Meizu készülékei sokáig egyfajta kulcs státuszt éveztek idehaza, hiszen rendkívül nehéz volt hozzájuk jutni, akkor viszont olcsók voltak, és a Flyme OS, ami rajtuk futott, annyira különleges volt, hogy az Androidra rá se lehetett ismerni. Most már azért be lehet szerezni ezeket az eszközöket, például az MX6-ot, amit a kezemben tartok, viszont addig, amíg a B20-as LTE-sáv nincsen bennük, és ebből a készülékből is hiányzik, nem valószínű, hogy igazi sikertermékké válnak itthon. Azért a 10 magos rendszercsip, a 4 GB RAM, a 30 GB-os belső tároló, a 3060 mAh-es akkumulátor és a gyönyörű szép fémház segíthet abban, hogy jó néhány darab elkeljen ebben az országban. Ebben a videóban pedig arra keresek a választ, hogy milyen különlegességet tud az MX6 felmutatni. A Flyme OS 5.2-es verziója a korábbiaknál kevésbé egyedi, de azért vannak különlegességei. Ilyen például a vissza és az alkalmazás váltó gombok elhagyása, a visszalépéshez a home gombot kell megérinteni, a főoldalra a home gomb lenyomásával lehet jutni, az alkalmazás váltót pedig alulról lehet felsimítani. A rendszer sebesség rendben van, mind a honlapok, mind a felületen való görgetés nagyon gyors és hibátlan, míg a játékoknál elfogadható a helyzet. Mint mindig, a fülesre kitűnő hangminőség jut, a mono hangszóróról sajnos ugyanez nem mondható el, középszerűen szól, zörejes magasak és hiányos mélyek kíséretében. Az előlapon 5 megapixeles, a hátlapon 12 megapixeles kamera pihen, egy Sony IMX386-os modulról van szó, van többek között kézi beállítási mód is, ugyanakkor egy jóval kisebb méretű szenzor dolgozik az F/2-es elkeszértékű optika mögött, éppen ezért sajnos a nappali képminőség épp hogy hozza a tavalyi szintet, este pedig eléggé zajosak a képek, és a kézi mód sem segít be. A 1080p-s felvételek képminősége sem az igazi, viszont a 4K-s felvételek részletgazdagsága az szuper. Az MX6 kétségtelenül a Meizu sorozatának eddigi legjobb tagja, tök jól néz ki, fantasztikusan összeszerelték, nagyon gyors a működése, mégsem tudom ajánlott lecsemmel jutalmazni, ugyanis a B20-as RTSF hiánya elég komoly volumenű hiba ma, 2017 közelettével, főleg úgy, hogy a Verdi Apollo Lite szintén Kínából tudja a B20-asságot, és a Xiaomi Redmi Note 3 Special Edition kiadása úgy szintén. Így aztán egy tetszett lecsemmel tudom jutalmazni azt az eszközt, aminek a részletes tesztjét a www.mobilarena.hu oldalon tudjátok elolvasni, ennél többre sajnos Magyarországon nem hivatott ez az eszköz. Ha viszont tetszett ez a videónk, akkor iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, hiszen rengeteg hasonló kép és videóanyaggal készülünk nektek napról napra. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!